bajnokságban. Keresztúri emeli ki ellenfélhez, Mónos indulhat belőle. Claude egy az egyben viheti rá. Jó a kigurítás. Disztl és gól! Kihagy a fehérvári védelem egy pillanatra, és ezt könyörtelenül kihasználja Gricájuk. Disztl megpattan, és úgy kerül a hosszú sarokba. Bekő. Jó a visszatett labdája, ügyes a befordulás is. Pálfi, Sáfár ment. Vasas bedobás, Simon. Mónosnak teszi vissza, 14. perc, jó a beívelés is. És szép a fejes gól, 2-0. Macó. Elaludt a fehérvári védelem, Macó önfeláldozóan bedobta magát, és Disztl is már csak későn tudott a jól helyezett labda után menni. 2-0. Harminckettedik perc, Dvér indítása. Rózsa tiszta helyzetben, Sáfár elpattant tőle, beteszi középre, Horváth Ferenc, egy csel, Horváth, Jesse mentestel nem volt kéz. 37. perc és a 4. parmalat szöglet. Szép fejes. Jesse elcsúszik a labdával, Tóth Norbert, és már is indíthatja Pálfit, Pálfi lő mellé. Simon szabadrúgása. Jó berepülő ember Juhár. Gricájukat szerelik, és Rózsa indulhat a megszerzett labdával. 13. perc gólhelyzetben Horváth Ferenc kivár, és elrúgják mellette. Rózsa indul meg a bal oldalon. Ez lap lesz. És miután ez a második sárga lapja Máriásinak, teljesen jogosan kiállítja a játékvezető. Mónos nagyszerű labdát kap, nem volt les, belül Szilveszter, Mónos, ott az érkező ember, Simon leállíthatja, nem igaz.